Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak? Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifko Krisztián alias Mujó. És az én kedvenc Ródin még mindig itt nyomkorászta a telefonját. Felhő azóta nem ment haza. Dávid Zsolt, Felhő. Itt van Felhő is. Nem ment haza, igen. Itt ételért, italért és szállásért takarít, és minden egyéb, amit bele tudtok képzelni. A kitartott lett? Történetbe. Nem tudom, belehallatszott-e, de a gombvarrás is benne volt. Ja. Na, mi van veletek, fiúk? Hát, el sem merem mondani. A hét bombasztikus világhíre megjött egyenesen Walesből a Bread of Heaven szállítmány, amiért már Andor is csorgatja a nyálcsimbókjait. Ezt plastikus volt, és elképzeltem. Úgy nem, egész nap Bread of Heaven szívtam. Becsöngetett a postás, egyszer, nem kétszer. És itt van. De figyelj már, Andornak adsz mondjuk 10 millit, nekem adsz 10 millit, akkor neked mi marad? Nem, hát azért nyilván nem 10 millit rendeltünk. Andornak van is van egy személyiségi jogaira hivatkozással, nem mondom el, hogy mennyien meg nekem is. De meg kapsz egy kis kóstolót, hogy legyen miről áradoznod. Igazi vattaszínező likvid, készülj föl, Charlie. Az lesz majd, hogy majd én akkor az Andort is behúzom egy kis likvidre. Hát ha, jó, de nem jó most ezt hallja. Na mindegy, te nem adsz nekem. Én nem, akkor én nem. Igen. Pedig van nálam kavics még mindig. De adok. Nem adok. Ne zavarj már össze. Charlie, én ezt tök egyszerűen megoldanám, ezt a kavics kérdést, oda mennék, azt bevágnám a cikot ablakán. Ennyi. Nyitott, a hát a nyitott ablakban nincs kihívás. Abba semmi. Belvárosi lakás és legfőső szint, idáig nem dob fel a Charlie. Hát köszönöm, hogy ezt is kinézett belőlem. Nagyon magasan lakunk tényleg, nem a fizikumodat próbáltam kritizálni, vagy a kőhajító képességeidet, hanem tényleg... Magyadik emelet, Krisztián. Személyiségei orrányra való hivatkozással ezt nem mondom meg. Igen, mert egyébként mindenki oda menne, és végig haigálná az összes azon az emeleten levő ablakot a kerületben. Just for fun, igen, ezt inkább kerüljük el. Negyediken lakik. Van egy barátom, azt föl tudom. Vagy nem. És Charlie, hogy érdekel. Nekem van egy barátom, úgy hívják, hogy Thor, ő téged is földob. Ennyi. Egyik kezébe a Mjölnir, másikba te. Ah, Istenem. Éppen... Ferencvárosi koktél meg van? Nem. Kolbász van benne? Krisztián? Nem. Hákovács történetei. Jó étvágyat egyébként. Moldova könyv, és éppen magasugrót kerestünk a Ferencvárosi Tornaklubba. Amikor mentem este haza, ott állt a kis, nem tudom én, kicsoda az ajtóban. Mondom neki, mi a baj, öreg? Á, semmi. Elhagytam a lakáskulcsom. Hát én se tudlak beengedni. Na nem baj, akkor felugrok, és felugrott a harmadik emeleti érkőjére. Ez jutott eszembe. Nekem az jutott eszembe, hogy nézem szegény ismerőseim képét a Facebookon, és annyira próbálják jól érezni magukat. Elmentek egy hét nyaralásra a Balatonra. Jaj, ne is mondd. És pont most van szaridő. Tehát tudod, hogy minden reggel azzal a reménnyel ébredsz föl, hogy most jobb lesz. Tegnap egy picit úgy, mintha jobb lett volna, és aztán ma megint rá erősített a szaridőre, úgyhogy csóri, hát az... Ez mindig lutri, ez az időjárás tekintetében elmenni, hogy szervezd meg a nyaralásodat 2-3 hónappal előtte. Ez nézőpont. Tudod, két hete még rogyogott a Balaton gyakorlatilag. Igen, ne pisíjél bele, mert ugyanolyan meleg, mint a víz. Ez nézőpont kérdése, én szeretem ezt az időt. Ha mentünk Harkányba, az első mondatom az volt, hogy remélem esni fog. Na jó, hát annak egész más feelingje van egyébként a gyógyvizes medencében ülni az esőben, az jó. Az hogy, kifejezetten cool. Mert hogy mentetek Harkányba, vonattal? Vonattal és busszal.
12 éve nem volt ilyen trippem, mint amit most mondtál. De zsír. Nem nagyon lehet mással menni, mert az autó az a szerelőnél volt. Az lett volna nyilván az elsődleges választás. De nem sokkal jobb volt így, Krisztián? Mi kellett vezetni? Nem, igazából klassz volt. Teljesen. Én biztos, hogy... Kicsit kihajolok a mikrofonból. Ez a veszély engem. Kicsit kihajolok a mikrofonból, elveszem felhő telefonján, egyfolytában nyomogatja. Add ide! Nem adom oda! Add ide! Nem adom! Rossz felhő. Matkósan. Felvétel van. Ilyenkor kint ég a lámpa, hogy on air, nincsen bent telefonálás, itt interferálunk. Nem de is, egyébként, nem is, mivel nem is. Meg kellett, hogy tudjam, hogy Harkánynak sajátossága, hogy valamikor a 90-es évek közepe óta ott megszűnt a vasúti közlekedés, azért nagyon más lehetőséged nincs is, mint hogy ha nem autóval mész, akkor a jóféle volán busszal tud le az utolsó néhány kilométert. Én meg képzeljétek el, azt nem tudom, Fifika látta, de a GS2 videót. Igen. Mit szólsz hozzá? Hát, én megmondom őszintén, Csábi. Én ezektől tudod, ez olyan, mint a kijön egy kurva jó film, aztán meg egy folytatás. És nem biztos, hogy a folytatásban akkora durranás, mint az első. Úgy érzed? Úgy. Szerintem rámentek egyébként a mainstreamre, és Cloud Chaser kazánt akartak csinálni. És szerintem nem olyan egyszerű a beállítása egyébként most már itt egy pár napja nyúzzuk, mert ugye pont felhő adta kölcsön, és azért ez nem annyira egyszerű, csak úgy, hogy fölnyuszi fülhasszoljon. Azért... Nem egy kezdő. Igen, azért meg lehet vele szenvedni, és már így is láttam a klónt eladót két nap után, tehát... GS2-t. Aha, hát klónt. De, jó, de hát ja, szerintem kell hozzá egy kis skill, hogy beüzemelje az ember, meg 44-szer is újra beállítsa a wattát. Na de a klón az ugye mindig problémásabb szokott lenni. Tudom képzelni, hogy nem véletlen volt eladó. Lesz valamikor, vagy hétvégén, vagy jövő héten elején megcsinálom a klónnak is a reviewját, mert itt van nálam a klónja. Kicsit savanyú, kicsit sárga, de a miénk. Egy pozitívuma van az eredetihez képest, hogy az eredetin van vagy 15 számjegy ez az eredetiség kód, ezen 3 számjegyet nem szaroztak a kínaiak, 236, aztán csókolom. Figyelj, mindegyikre úgyis ugyanazt nyomja. Mit a tököm tudja, ezt látod, meg kellett volna nézni a másik darabokat is. Viszont meglepően jó a kidolgozottsága a klónnak is, tehát persze azért érezni rajta, hogy ez nem az, de jó. Úgyhogy az is lesz hamarost. Láttad a Buszárdó videóját a klón gyártó műhelyről? Mondanám, hogy igen, de hazudnék, mert hogy fingani nem volt időm a héten sem. Úgyhogy nem néztem meg. Azt láttam, hogy megint valahol Kína, és hát nem láttam, hát olvastam, hogy valahol Kínában volt. Megint. Nem is, én nem Buszárdó lennék igazából, hanem a Dimitris. Mert ezt mindig mindenhova viszi. Az csak ilyen just for fun jelleggel tartja a kamerát, és ennyi. Ingyen. Érdekes volt egyébként, hogy azt gondolnád, hogy azért mit tudom én, ilyen marha gyorsan előjönnek a klónokkal, hogy valami high-tech a történet. Ehhez képest azért nagyjából egy ilyen kerékpár műhelyre hasonlított az egész kócerály. Tudod, itt egy kadna, ott egy volt 10 kék műanyag szék, ebben merült ki a szerelőszalag, és mindent, tehát olyan kájfonokat gyártottak, érted? De azt úgy képzeld el, hogy én múltkor leveleztem a kínaival, és a felhőnek van egy ilyen extension kitje a K4-hez. Tehát, hogy mennyiből? A 4,5-ből? Nem, 4-ből csinál 7. A 4-ből csinál 7 milli űrtartalmat, tehát gyakorlatilag csak egy hosszabb levegőzőcső középen,
meg egy nagyobb üvegpalást. És csak ennyi az extension, kit csókolom, és kérdeztem a kínait, hogy ilyened nincs, nem tudja, miről beszélek. Na, küldtem neki fényképet, semmi gond, meg tudjuk csinálni, mennyi kell. Meg akkor a pontos méreteket, ha le tudnám neki írni. Hát mondom, mit tudom is, ilyen egy 20 darab. Hát ő úgy gondolta, hogy mennyi kell, hogy mit tudom is, ilyen 2000 darab, vagy tehát fölötte, hogy legyen már értelme beindítani a gépeket. Úgyhogy elhalt itt a beszélgetés. Most azért gerjedünk egyébként, mert nyomogatja a telefont a felhő? Nem, valaki rágcsál. Szerintem fifika lesz, pedig az mondjuk én se kajáltam. Délben elindultam Lajos Mizse kitérővel Budapestre, most értem haza. Úgyhogy... Várjál, ránézek az órámra, hogy van-e időm, sajnáljalak. Nincs. Nekem annyi időm nincsen, Csárli, hogy a nyálam lenyeljen. Köpjél. Hó. Azért eszem. Köpjél. Na meg aztán lesz hétvégén, remélem, ha jó idő lesz, akkor megint csinálunk liquid tesztet. Úgyhogy... Ahhoz miért kell jó idő? Hát, mert ezekhez a liquid tesztekhez úgy van hangulatom, hogy kiülünk a kertbe, vagy mint a múltkorinál kimegyünk a Kopaszigátra, csak jobb azért, hogyha nem a vizes fűbe ülsz le, és nem esőkabátban. Szerintem jobb hangulata van úgy a dolognak. Direkt nem azt mondtam, hogy történet. Akkor elmondom, hogy azt, már én kimondom azt a történetet, ahogy ma jártam. Kaptam egy liquidet, hogy kóstoljam meg, mit szólok hozzá. Kiültünk egy ilyen budapesti kávéháznak a teraszára, egy ilyen belső udvar volt. Hát mondom, most akkor pont kifogyott a cigim, betöltem, szívom, tudod, ilyen kicsit becsukott szemmel, koncentrálsz az ízékkel. Érdekes, hát az íz az nem. Mit? Úristen, hát ez olyan, mint egy szivar, öcsém. Hát ez beszarás. Hát mondom, ez jobb, mint az én cigisem. És akkor szívom, egyszer csak így félrenézek. A mellettem lévő asztalna egy csávó, egy ilyen csörcsillel a kezébe. Valamelyik Facebook csoportban megint felmerült a kérdés, hogy olyan íz kéne neki, mint a Marlboro. Aha. Ja, még ezt is megmondta, hogy a Marlboro. De én már nem fűztem rá neki, hogy arra a hamutartó ízre gondol-e. Nem, nincs már energiám. Egy, ez végül is bármelyik ízzel lehet csinálni, csak el kell feküdni az úttest mellett, és nyalogatni közben az aszfaltot. Igen. Azt jelenték, hogy nyaljuk az aszfaltot. Igen. Na, kezdjük a híreket? Nyaljuk az aszfaltot, mert a liquidit már rég elfogyott. Ennyi. Mehetnek a hírek? Mehetnek a hírek. Na, rögtön az első, és direkt a magyar linket tettem be egyébként. Ugye úgy indult a dolog, hogy elkezdett, beszinti, ahogy mondtad. Hogy elkezdett a külföldi hírszájtokon terjedni, tudjátok, ilyen FDA jellegű terjedéssel, hogy az e-cigi miatt lett újra menő a cigi a kamaszoknál. Amiről múlt héten is beszéltünk, ugye megemlítettük cikk formájában. Na most ez természetesen a magyar internet legjava is átvette, és megjelent a Díványon is. És ők a today.com-ra hivatkoznak, ahol ugye szintúgy megemlítik, hogy évről évre csökkent a dohányzás a kiskorúak körében, de hogy az e-cigaretta megjelenése óta az e-cigarettát használó fiatalok száma rohamosan nő, ez pedig igencsak megnehezíti azok munkáját, akik azt szeretnék elérni, hogy fiatalkorúak egyáltalán ne szívjanak dohányt. Vagyis pontosabban ne váljanak nikotinfüggőkké. Hát a kettő az mondjuk nem ugyanaz. És egyébként is, aki e-cigit szív, az nem szív dohányt.
de már ezt nem tudom szebben mondani. És nem biztos, hogy nikotinfüggővé válik. És itt van egy kis visszautalás Christian a Wayward Pines-ra, de ez csak most derült ki nekem. A kutatásban 2048 érettségi előtt álló 11 és 12. osztályos különböző etnikumú fiú és lány vett részt. Úgyhogy ennyi a kis filmes vonatkozása. És tényleg már nem tudok hova menni a cikkek tengerében, mert hogy mindenhol ugyanazokat a kliséket látom, és ugye csinálgatom most ezt a flipboardos magazint, és szépen jönnek nekem automatikusan gyűjtve a cikkek, és mindegyik, tehát még arra sincs tudod energia vagy késztetés, hogy legalább egy képet keressünk hozzá. Ugyanazt a képet átveszik, fiatalok egymás között állnak, szívják az e-cigit, és ugyanazok a blödségek. De hát nem, tehát ez nekünk ezzel kell harcolni, ez a mi keresztünk, csak azért vagyok elkeseredve, mert minden egyes alkalommal, amikor bármi hasonlót mi megcáfolunk, vagy mondunk, akkor ez olyan, mint a szembeszélel pisálás. Hát én azt mondtam volna, hogy melyik az a sorozat, mondd már, ahol a hidra van. Marvel. Igen. Ja, és Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D., tehát mint a hidra. Levágod az egyik fejét, nő helyette másik, jön a másik oldalról a hülyeség egy másik csatornáról, és amit már N plusz egyszer elmondtunk, és sajnos ma pont Borisszal beszéltem ebben a témában, hogy már megint ugyanazok a kérdések föltéve a Facebookon, amiről egy hete volt szó, vagy jönnek, tudod, ezek a nagyon kezdő kérdések, hogy úgy gondolja, hogy leszeretne szokni, mit kéne, és akkor belinkelem nekik a kezdő sorozatot, amit összeállítottunk nagy gondossággal, ugye négyen, belinkelek direkt nekik, hogy milyen kezdőkészletet, miből épül föl, hogy, tehát ezeket az alapokat, tényleg a két-három cikket, és annyi nincs, hogy húz meg a bokámat, hogy már csúnyábbat mondjak, és aztán egy ilyen kereshetetlen szarrá változik az egész, két nap múlva megint fölteszi valaki ugyanezt a kérdést, és hogyha te két nap múlva ugyanezt válaszolod, akkor csak a saját malmodra akarod hajtani a vizet, bár mondjuk nem tudom, hogy nekem mi előnyöm származna abból, hogy egy kattintással több van az oldalunkon. Kattintás függő a Charlie. Igen, tehát hogyha nem az van ott a napi statisztikában, hogy 2048, akkor depressziós leszek. De hogy tényleg, ez nem az a fórum, és én ezért temetem a fórumot egyébként, mert mindenki gyorsan akar választ, lusta keresni, nem megy föl a fórumra, fölmegy a Facebookra, feliratkozik egy csoportra, ott pillanatok alatt fölveszik, és aztán hetente ugyanazok a kérdések, csak más emberektől. Na, ez a széllel szemben pisálás. Úgy érzed? Mondanám, hogy úgy érzem, de így van. Mondja csak. Ezt akarom, hogy úgy érzem, hogy így van. Tehát ezen sajnos nincs mit szépíteni. Az értő olvasás és gondolkodás az úgy látszik, hogy kor és népbetegség. Mármint a hiánya. Hát a hamburger idióta, azt nem mondom, hogy nemzedék, mert azért nyilván vannak kivételek, de elért minket is ez a fajta dolog, hogy mindent készen kell, hogy kapjanak. Azért jó ez a Dívány cikk egyébként, mert ha megnézed, akkor ötféle leves konzervből van összeválogatva, és ugyanazok a konzervcímkék köszönnek folyamatosan vissza hozzánk, és szerintem a felhasználók is ilyenek. Érted, hogy oda megy, kettőt kérdez, és már profi. És már profi. Kettőt kérdez, és már profi, és ha nem válaszolsz neki, vagy nem úgy, ahogy ő szeretné, vagy
arra az egyébként én tudom, hogy óriási erőfeszítésre késztetett, hogy össze-vissza betűk egymás utáni halmazából próbálja valamiféle értelmet összerakni pöttöm kis fejében, akkor még meg van sértődve. Tehát én azt gondolom, hogy az információért igenis meg kell hozni, legalább ennyit. Tehát ha mi már megdolgoztunk vele, akkor tisztelje meg mindenki azzal minket, hogy oda megy és elolvassa. Na figyelj, volt ma egy ilyen, hogy ez egy válasz volt valakitől. És direkt úgy szótagolom, ahogy írta. Hát, ugyan, olyan, pontosével, az esély, pontosével, rá az FT is mindig 22 dollárnál kevesebbet. Dollárnál? Kevesebbet ír rá. És tényleg nem vagyok egy grammatika náci, de mikor egy ilyen mondatban csak a durva hibákat számítva 5 volt, és a csúcsdöntés az egy szóban 2, az... Ja, és a válasz az az. Gyerekek, úgy élek, ahogy írok, gyorsan és sok hibával. My life is danger. Oh. Hát az már majdnem James Dean-i magasságokban. Hogy is volt? Hogy is volt? Life Fest, Die Young. Igen. Nehogy belehalljál egy ilyen helyes írási hibába. Hát most lebuktatta magát, basszus, pedig pont meg akartam védeni, hogy biztos telefonról írta és kijavította a helyes írás ellenőrzőt. Az nem tud így javítani. Hát valami, nem tudom, egy szuahéli helyes írás szerint. Én is sokat szoktam telefonról írni, és tényleg van, amikor eszméletlen, nem is tudom, ilyen Nagy Lászlói magasságú versek kerekednek ki abból, amit írok. Miután kijavítottam helyes írás ellenőrzőt, de ez nem az. Szóval mielőtt más vizekre veznénk, én még górcső alá venném ezt a cikket, mert ez rettenetes. Tehát ez a vizuális vérnyomás növelő, ez egy katasztrófa, bakker. Hát, kezdeném ott már a címmel, ugye, amíg az Andiból zanzásítva a lényeget hivatott átadni. Az e-cigi miatt lett újra menő a cigi a kamaszoknál. És aztán végigolvasod a cikket, és az egészből nem derül ki, hogy menő lenne a cigi újra a kamaszoknál. Sőt, pontosan az ellenkezője, hogy ugye a számokat említett a Charlie Fifikata meg a múlt héten, csökken a dohányzó tinédzserek száma. Akkor most ez mitől lesz menő? Tehát az egészet végigolvasva nekem az a cím jut az eszembe, hogy az e-cigi miatt lett menő az e-cigi a kamaszoknál. Nagyjából erről van szó. És aztán az összes többi. Vagy ez hogy van, hogy az e-cigi ülnek a téren a kamaszok, szívják az e-cigit, ami megbeszéltük, múltkor te is mondtad, hogy a dohányos a menő, majd erre azt mondja valaki, hogy gyerekek, ez már nem menő, szerintem sokkal menőbb lenne, hogyha igazi cigit szívnánk. Igen. Ennek nincs elég szaríze. Gyorsan valaki vegyen elő egy csomag cigit. Itt még vannak gyöngyszemek egyébként. Sőt, a korosztályban az e-cigi miatt újra menőnek számít a nikotinfogyasztás. Miért valamikor menő volt a nikotinfogyasztás? Te szívtál úgy, te szoktál rá azért, hogy így a haverokkal, hogy gyerekek, úgy rászoknék a nikotinra. De nem, itt még nyelvtan, mezei egyszerű magyar nyelvtan. Korosztályban az e-cigi miatt újra menőnek számít a nikotinfogyasztás, legalábbis ebben a formában. Tehát ezt, ha jól értelmezem, ez azt jelenti, hogy valamikor egyszer régen a nikotinfogyasztás elektromos cigarettából már menőnek számított. Krisztián, tök mindegy miből, de hogy önmagában a nikotinfogyasztás volt, tehát mondjuk a bagórágás. Nem, itt legalábbis ebben a formában újra menőnek számít. Ja, hogy legalábbis ebben a formában. Igen. Mert egyszer már menő volt. A másik a következő bekezdésben. Azt szeretnék elérni, hogy fiatalkorúak egyáltalán ne szívjanak dohányt, vagyis pontosabban ne váljanak nikotinfüggőké. Kedves cikkszerző, író, fordító, ezt hogy tudod leírni? Vagyis pontosabban, ha fogalmazás közben eszedbe jut, hogy vagyis pontosabban, akkor kitörlöd az elejét, amit írtál, és odaírod, hogy mit szerettél volna valójában mondani. Tehát ez nincs kőbevésben, még publikálás előtt azért lehet javítani ezeknek a mondatoknak az értelmességén.
de aztán van itt még mindenféle, gyorsan tekerek, nyugodtan mondjatok, hogyha van. Én azon döbbentem le, hogy azok a kiskorúak, akiknek a baráti köréből 3-4 ember is használ e-cigarettát, 104-szer esélyesebben válnak maguk is használóvá, mint azok, akiknek a barátai nem élnek ezzel. Erre baromi kíváncsi lennék, hogy ezt a 104-et honnan... Hogy jött ki a 104, és tudod, ez a számoljál 104-ig, de semmiképp 105-ig. És 104 előtt mindenképp a 103 legyen. A te számolásod. Na, de még mindig nincs vége. Az előző bekezdésben, ezen átsiklottál, Charlie, ez is nagyon durva szerintem. Az eredmények szerint a használók 40%-a olyan gyerekek közül került ki, akik elmondásuk szerint sosem nyúltak volna semmilyen dohánytermékhez. Na most így eszembe jut, hogy az első cigarettám előtt, amit életemben elszívtam, egy nappal, de akár mondjuk fél nappal előtte megkérdezel, hogy figyelj, te fogsz dohányozni? Azt mondtam volna, hogy én a büdös életbe soha. Mindenki meg, így kezdi. Meg figyelj már, nem. Egyébként megkérdez téged egy felnőtt, mit mondasz rá, tudod? Hát, de természetesen, de nem így csúsztatás szinte, hanem tényleg nem tudtam volna elképzelni. Hát a szüleim dohányoztak, büdös volt, egész életemben az, hogy én ezt a szart soha nem fogom szívni. Aztán egyszer csak de. Tehát igazából ez a 40% szerintem még kevés is, mert jó, de most, többen van, most kicsit, ha csak nem kiskorod óta arra gyúrsz, hogy majd elkezdesz dohányozni. Kicsit a komfortzónájából a felhőt kirángatom. Mit mondanál, hogyha azt mondaná a gyereked 15 évesen, hogy apa, ki akarom próbálni? Mit? Az e-cigit. Az a baj, hogy már 11 évesen azt mondja, hogy ő bele akarna szívni. És mi volt a válaszod? Nem mondtam, hogy nem. Nem szívott bele. Azért, mert nikotin van benne? Azért is. Ezt mondta? Mondtam neki. De hogy ő kérdezte, hogy azért, mert nikotin van benne? Nem mondta, hogy akkor nullásat adja apa? De mondta, hogy van, nincs, amiben benne, nincs nikotin. Mondtam, de van, azt szívhatok? Nem. De szerinted megkérdezte volna a cigit is? Nem, biztos, hogy nem. Annyi készüléked van egyébként otthon? Sutyomba nem kóstolta meg? Nem. Nem nyúlok hozzá. Tudom, a polcon és az tablet. Nem tudom, mennyit hallottatok belőle? Nem, csak dünnyögés sajnos. Kivágod már? Jó, tehát... Nem jön el. Ah, ez az végre. A kérdést azt hallottátok, ugye? Igen. Igen. Jó. A válasz az az, hogy a 11 évesen megkérdezte a fiam, hogy ő akkor beleszívhatná, és mondtam, hogy nem, és akkor kérdezte, hogy azért, mert nikotin van benne? És akkor mondtam, hogy azért is. És olyan levesed nincs, amiben nincs nikotin? Mondom, de azt se szívhatod meg. De miért nem szívhatod meg, ha abban nincs nikotin? Mert nem szívhatod meg, mert gyerek vagy, fiam. Ilyen egyszerű a kérdés. Csak utána kérdezte a Charlie, ugye, hogy sutyomba nem-e nyúltak hozzá valamelyik készülékhez, és nem. Tehát tudják pontosan, hogyha hozzányúlnak bármi ez a polcon, akkor rájuk van verve. Mondjuk attól függetlenül mindegyik lokkolva van, úgy van föltéve a polcra. Tehát azért ahhoz... Már hogy nem a gyerek van lokkolva. Tudniuk kéne, hogy hogy kellene esetleg bekapcsolni, vagy bármi. Tehát... De 15 évesen megkérdezni? Hát lehet, hogy azt mondanám neki, hogy inkább a szív fiam, mint ahogy hívják ott. Normál cigarettán. Hát jó. Pont ez, amiről az előző adásban is beszélgettünk, hogy ezerszer inkább ezt mondanánk akkor, mint valami mást. De részemről egyébként még mindig nincsen vége. Hát tudjuk. Tudjuk. Itt van. Ez már maga ez a módszertan. Az elmúlt 30 napban milyen cigiből szívtak akár 2-3 slukkot. Tehát ha valaki már 2-3 slukkot egy hónap alatt véletlenül valami miatt szív, akkor arra rá van sütve, hogy dohányos. Teljesen elmebeteg ez a módszertan szerintem. Ez tudod, mi az a 2-3 slukk? Te is az elején emlékszel, hogyha egy cigit végig szívtál egy nap, akkor hát nekem úgy indult, én úgy emlékszem a Barna Szofi, hogy utána mentem haza, és anyámék nem tudták eldönteni, hogy mi az Isten van velem, mert zöldülök, hánytam is, és azt hiszem egy hétig nem mentem suliba. Tehát ez a rászokás azért nem így megy, hogy naponta 2-3 slukk. Mikor szar? Hát az elején szar. Következő héten meg már szar, de már nem érzed magad szarul tőle. Igen, és a harmadik héten már übermenő vagy.
Nem tudok tovább haladni ebbe a cikkbe, mert már minden bekezdésben van valami. Hát de itt mindenbe bele lehet kötni. Csak annyi, hogy igen. Ezt a cikket pont olvasta a feleségem is, és azt mondta, hogy ő szerinte nem az elektromos cigarettát próbálják ki, hanem a rendes cigarettát, mert az a menő, sajnos. Mert nem attól lesz menő, hogy az elektromos cigarettát kipróbálja, hanem mindegyik. Aki az elektromos cigarettát kipróbálja, az már előtte szívta a rendes cigarettát, ez 100%. Hát pedig itt pont azt állítják, hogy az elcigiző fiatalok 40% a saját bevallása szerint soha nem. Nem hiszük el, de egyébként nekem voltak ilyen stációi, mikor gyerek voltam, hogy anya, lehet nekem pillangó késem? Minek az neked, fiam? Hát csak olyan szép, fényes, meg tehát bazd meg, nem tudod megmondani, hogy miért, de kell. Kívánod, meg, igen. Meg valamit kitalál. Igen, mikor mondtam, hogy szeretnék olyan Zippo öngyújtót. És az minek neked? Hát, mert olyan fényes, meg izé. Anyám leredezte ennyivel, mert mi vagy, te szarka? Ezt a mai napig nem fogom elfelejteni. Vagy nem felejtettem el. Tehát mindig az ember kitalál ilyen hülyeséget, de ebbe igaza van a felhőnek. Tehát szerintem azért ez nem akkora coolság faktor, meg amit már nagyon sokszor beszéltünk, hogy amit te is mondtál az előbb, hogy ez ilyen hirtelen ötletből jön, hogy a haverok között van valakinek cigije, és megkínál. Ez 5 másodperc. De hogy próbálod ki az e-cigit? Hogy kitalálod, és megrendeled? Nem tudod, mert hát nincs még bankkártyád, csak akkor elmész egy shopba, nem szolgálnak ki. Aputól lenyúlod, de az is olyan, hogy lenyúlod, apa észreveszi, és aztán elviszed, tehát ez egy ilyen iszonyat logisztika, és legalább 1-2 nap, mire rákészülsz arra, hogy most rá fogok szokni az e-cigire. Bullshit! Jaj! Na, ez mi volt? Eldőlt az el... Tehát olyat mondta, hogy eldőlt az e-cigi. Azt hittem, hogy eldőlt az erkély. Ja, szóval a fasságot pillanatok alatt át tudjuk venni a nemzetközi sajtóból is, és szerintem az utóbbi hétben, ahogy néztem, naponta volt 2-3 olyan szájt, aki ezt átvette, és a saját oldalán megjelentette, tehát a hülyeség ragadós. De én még mindig nem fejeztem. Szinte éreztem. Én még annyit szerettem volna az amivel mondani, hogy én ilyenkor iszonyú kíváncsi lennék a kérdésekre. Tehát tudod, hogy lehet úgy kérdezni, hogy a kérdésben benne legyen a válasz. És akkor ez nagyon jó, hogy megkérdezted. Én azt kérdezném meg, hogy lehet megcsinálni egy ilyen tesztet, ahol gyerekek az érintettek, és olyan dolgot kéne tesztelni, ami káros az egészségre. Akkor ez hogy van? Vagy hogy csinálták ezt? Ez olyan, mint mikor a navosok beviszik a 18 év alattit a trafikba, hogy próbavásárlás. Csak ott mondjuk nem károsodik az egészsége. De itt meg mondjuk a nikotinos folyadék, vagy a cigaretta, akkor vagy csak kikérdezünk egy pár tizenévest? Szerintem persze, ki jó körbeosztották az anonim kérdőíveket, aztán úgy szó neki. Mindegy, szerintem akkor is úgy szar, ahogy van. De jól mondta Fifika, tehát föl tudunk bármilyen kérdést tenni úgy, hogy az annak pozitív vagy negatív felhangja legyen. Én két dolgot szeretnék még mondani, a többit nem, többet is tudnék, de már csak kettőt fűznék hozzá ez az egészhez. Tehát, hogy egy cikk, egy felmérés, ami arra a konklúzióra jut, számokkal bizonyítja, hogy csökken a dohányos fiatalok száma. Hogy tudja ennek az ellenkezőjét levonni, mint következtetést, hogy az elektromos cigaretta miatt egyre népszerűbb a dohányzás, amikor egyre kevesebben dohányoznak, ez e köré nem tudom, köré csavarni én a fejemet. Várjál, akkor most oda csavarom a fejed köré, mert ők nem a dohányzás és nem dohányzás köré építettek, hanem az e-cigarettázás és nem dohányzás köré, és azt mondják, hogy aki már pedig, és azért szívják kevesebben a cigarettát, mert az elektromos cigaretta mainstream-ebb, hogyha így kitekert szóval fogalmazhatok, tehát gyakorlatilag azért szívnak kevesebben cigarettát, mert nem leszoknak, hanem mert az elektromos cigarettára szoknak, vagy mert az elektromos cigarettával kezdenek.
Hát ebben a témában egyébként egy másik cikkben, amit majd Gócsó alá veszünk, lesz egy gyönyörű szép bekezdés, ami ezt az egész hülyeséget nagyon jól körülírja, de hát meg ezt is elmondtuk már, úgyhogy ne ismételjük magunkat, hogy igen, elektromos cigarettáznak és nem dohányoznak, éljen bakker, éljen, inkább, mint hogy dohányozzanak. Még egyet szerettem volna elmondani, és akkor ennek a cikknek abszolút a szavahihetőségét, azt köszönjük szépen, hogy ilyen gyönyörűen összerakták. Sokáig tartott, amíg elfogadottá tették, hogy boltokban, éttermekben ne cigarettázzanak az emberek, de ma az Egyesült Államokban elektromos cigarettát akár a Starbucksban sorban állva is lehet szívni. Emlékeztek rá arra a hírre, körülbelül egy évvel ezelőtt nem volt, lehet. A Starbucks betiltotta. Hát a Starbucks is, meg rengeteg közterületen nem lehet, meg már az én pofám még, hogy már nem rakok be olyan cikket sem ide a podcast show notes-ba, sem a Flipboardra, hogy éppen melyik városban, vagy melyik mondd már, hogy van, az polgármesteri hivatal tiltotta be mondjuk a köztéren, meg a közintézményekben az elektromos cigarettázást. És megint az utolsó bekezdés, hogy még én is lezárhassam ezt, nem tudnak sokat a hosszú távú mellékhatásairól, és rövid távon is gondot jelenthetnek a mérgező anyagok, amik ugyanúgy bekerülnek a szervezetbe, mint a hagyományos cigaretta esetében. Igen, a hagyományos cigaretta esetében mégis hogy működött ez a dolog? Körülbelül 10 éve, 15 éve van az, hogy annyira agyon van szabályozva, hogy 18 év alatti nem vásárol. Hányszor volt az gyerekkoromban, hogy én mentem vásárolni, és én vettem anyáméknak cigit? Zokszó nélkül adott a trafikus. És akkor 50, nem megyek már, tehát ez nagyon historikus lenne, hogy 100 éve, meg 200 éve, csak a közelmúlt, mondjuk az 50-es évektől. 50 évig gond nélkül, aztán közben rájöttek, hogy de hát ez mégis káros, aztán azt mondták, hogy jó, akkor szabályozzuk. Itt meg azt mondják, hogy nem tudjuk a hosszú távú mellékhatásait. Hát jó, majd rájövünk, de így nem is fogjuk tudni. Én vállalkozom a tesztalany szerepére, ha megdöglök, akkor felhasználhatják a szerveimet is. De ez nem így van, Charlie, te is tudod jó, hogy mi van ennek a hátterében. Tehát itt nem arról van szó, hogy valóban persze. Az egészségünket féltik, ott vannak, nézik a számokat, brutális veszélyben van a nikotinpótlók piaca, brutális veszélyben van a dohánypiac, és így törik a fejüket, hogy milyen mondva csinált okokat találtunk ki. Te, tudjuk ennek a hosszú távú hatásait? Nem! Lajos, zseniális vagy, nagyon jól fölírjuk, és az összes többi ilyen. Hát gyerekek rászokhatnak, fizetésemelés, Lajos is on fire! Vigyázz, túl sok idegen szó lesz most már itt nekünk. Bocsánat. Ezt is megjegyezték múltkor. Majd mellékelünk egy Google Translate linket. Sorry. Mea culpa. Mea culpa. Na mindegy, szóval ezek így. Ja nem, még egyet találtam, bocsánat, nem tudok elszakadni ettől a förmedvénytől. Amit az előbb felolvastál. Gondot jelenthetnek a mérgező anyagok, amik ugyanúgy bekerülnek a szervezetbe. Föltekerek a cikk elejére. Az egyébként sokkal kevésbé károsító. Hogy? Igen. Hogy tudnak ennyire ellentmondásos dolgokat leírni? Ez tudod milyen? Ez pont olyan, mint mikor az autógyártók azt mondták, hogy... Sőt, nem is, induljunk onnan, hogy az autógyártók valamiért elkezdték a személygépjárművekbe is beépíteni a dízelmotort. És aztán jön a flame, hogy a dízel az már pedig teherautóba való, ezen lépjünk túl, aztán jöttek azzal, hogy kormol, és a koromrákkeltő. Oké. Berakják a részecske szűrőt, nem kevés pénzért, és a részecske szűrő adaléka mondjuk a francia autóknál egyébként 5 liter 60-valahány ezer forint, zsebben nyúlós, és az autó már nem kormol, és örülsz. És aztán jön a következő, azért nem kormol, mert olyan picik a részecskék, hogy ezek már nem látszanak, de ez a legveszélyesebb. Többet ártunk ezzel, bazd meg, mint használunk, és ez még rosszabb, mint ha kormolna, mert nem látod, és az a tévképzeted áll fel, hogy ez jobb. Pedig nem, mert azok a részecskék még kisebbek, és bemennek a tüdő legkisebb szöveteibe, és így leszel igazán tüdőrákos. Szóval... Mindig lépünk, egyel előrébb, és aztán azt is megcáfoljuk, amit ezelőtt egy fél évvel mondtunk. Nem mi, hanem azok, akiknek valamit mindig ki kell találni. Igen. Na jó, lépjünk tovább, mert ez a cikk, ez a pulzusodnak nem tesz jót, úgy látom. Na most már lehiggadtam. Keep calm. Már kezdek immunis lenni ezekre.
Immunis vagy, de lehet, hogy csak azért, mert azt is tudjuk, hogy az aroma nem öl. Illetve az sem öl. Igen. Az sem. Mi meglepő? Igen. Nemrégiben publikáltak egy 10 éven keresztül tartó felmérésnek az eredményét, amit olyan gyárokban és üzemekben dolgozó emberek körében hajtottak végre. 112 munkást elemezgettek tüdőfunkció szempontjából, akik aromákkal dolgozó gyárakban dolgoztak, és folyamatosan az acetoin, benzaldehid, diacetil, pontosan ezeknek az anyagoknak a gőzének voltak kitéve 10 éven keresztül, és a konklúzió az az lett, hogy 10 év után sem tudtak kimutatni igazándiból kóros tüdőfunkcióbeli elváltozást, pedig ők aztán kapták ezt sőstül. Ez milyen gáz már, érted, hogy a közellenség, tehát mi is elfogadtuk ezt a diacetil sztorit, hogy a közellenségnek kikiáltott diacetil, és fú, és ízé, és akkor kiderül, hogy hát azért mégse úgy van, meg ugye nem abban a töménységben, nem így, nem úgy, és de szar, de kínos, Isten. Tehát most akkor féljünk a diacetiltől, vagy ne féljünk a diacetiltől? Ne féljünk a diacetiltől szerintem, hát a jó öreg Farsagnos doki is megmondta, hogy amit a likvidek elemzésében találtak diacetilt, hogy ő azért tiltakozik ellene, mert ugyanabban a mennyiségben, amiben ott van, attól senki nem fog fölbukni, mint a büdös bogár, de ha lehet, akkor inkább olyan adalékanyagokkal használják, vagy olyan aromákkal készítsék a leveseket, ami teljesen mentesíti a likvideket a diacetiltől. Szabadságot a diacetilnek. Minden napi diacetilünket ad meg nékünk ma. Senki ne kapja a CVS, hogy diacetil mérgezést fog kapni, de alapvetően, hogyha meg lehet oldani, akkor miért ne oldják meg úgy? Nem emlékszem pontosan, hogy mi volt az a vegyület, amivel a diacetilt próbálták meg, pont a Lucénával kapcsolatban, meg a Suicide Bunnyval kapcsolatban volt meglengetve. A diacetilt helyettesítették egy albetűs a formaldehid vegyülettel. Nem tudom pontosan, mert tényleg szégyellem magam, ez az albetűs vegyülettel, amivel ugye pont kimutatták gyártás után, bevizsgáltatták, nincs benne. Lezárjuk, elvisszük, raktározzuk, odavisszük, Cloud9 fél év múlva leteszteli, diacetil van benne, mert átalakul. Tehát lehet, hogy ha megszakadsz, sem tudsz diacetilmenteset, csak mondjuk az 500 mikrogram helyett van benne 50, tehát a tizede. De hát veszélyesen élünk, na. Hát igen. De tegyük már hozzá, hogy akkor és legyünk akkor ennyire korrektek, hogy a 4000 káros anyagból most akkor van benne egy. A cigarettához képest, ugye? Most igen, arról beszélek. Igen. És az sem feltétlenül van benne. És az sem feltétlenül káros. Igen. És az sem feltétlenül olyan mennyiségben, és a többi. Igen. Hogy van az a rohadt Volga? Ez a... Tudod, ezzel nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Fosztogatnak, igen. Én ezt mindig elfelejtem, hogy van. Most rákeresek. Nem osztogat. Csak ez marad meg bennem is, hogy osztogatnak, fosztogatnak. Volvót, Volgát osztogatnak, fosztogatnak. Igaz-e, hogy Moszkvában a Lenin téren Volvókat osztogatnak? A hír igaz, közli a Jereváni Rádió. Azzal az apró korrekcióval, hogy nem Moszkvában, hanem Leningrádban, nem a Lenin téren, hanem a Moszkva téren, nem Volvókat, hanem Volgákat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Igen. Jaj. Na mindenki vegyen egy nagy slukkot, aztán találjuk. De jó, hogy ezt nem a magyar vonatkozásút olvastam föl. De még megtehetem, csak kérjétek.
Kérjük, Charlie. Igaz-e, hogy a Bereki strandon nagycsaládosok birkapörköltet osztogatnak? A hír igaz, közli a Karcagi Rádió, azzal az apró korrekcióval, hogy nem Bereki strandon, hanem a Karcagin, nem a nagycsaládosok, hanem a cigánygyerekek, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Elhatárolódom tőlük. Jó, Istenem. Na én bezárom ezt a díványos cikket, és már nem is érzem azt, hogy helyesbítést kéne kérni. Az nagyon fontos, hogy a dívány jelent meg ez a na cím. Jó, de hát máshol hol jelenne embert. Meg. Dívány.hu per kölyök. Jaj, én visszamegyek oda. Bocsánat, nekem vissza kell mennem. Édes Istenem, van még valami, amit ezzel kapcsolatban van, akarsz? Igen. Az utolsó bekezdés utolsó szava, vagy mi? Nem. Nagyon lassan töltődik. Hanem, hogy így olvastam, és úgy elképzeltem, hogy én most egy átlagos emberként próbálok tájékozódni az elektromos cigaretta kérdéséről, meg úgy alapvetően tájékozódni próbálok a világ dolgairól. És így megütötte a szememet a jobboldali cikkek. 7 ok, amiért kapcsolatban sem ciki társkeresőn lógni. Bérelje homokvárat építő inhast a nyaraláshoz. Ezzel a gyereküléssel nem felejthető autóban a gyerek. Azt mondja, hogy ezek miatt nem sikerül a diétája. Tudja mi lesz, ha megiszik egy doboz kólát. Már az okostelefon segít a csomagolásban is. Így készül a házi gyömbérszörp. Tudja, miért olyan izgalmasak a reneszánsz csendéletek? Ez volt a legjobb, miért izgalmasak. Én egyébként szóval... azon gondolkoztam, hogy valaki ezt múltkor leírta, hogy bizonyított tény, hogy... és az Indexen megjelent, hogy bizonyított tény, hogyha azt írod egy cikkbe, hogy mit tudom is én, 10 dolog, amit nem tudtál, vagy hogy 10 tény, vagy hogy a legjobb 25, és hogy ezekre a cikk, ezek az igazi clickhunter kattintásvadász cikkek, nekünk is ilyeneket kell majd írni. A 10 legnagyobb bullshit, ami az e-cigarettával kapcsolatban felmerülhet. Remek ötlet. Szóval ez még így bennem volt, hogy igen, elektromos cigarettával fontos kérdésekkel kapcsolatban ilyen cikkek csokrai közül szeretnék szemelgetni. Jó, mehetünk tovább. Mehetünk. Itt van egy olyan bejegyzés, amire az az igazság, hogy a mai napig nem érkezett válasz, mert én írtam, fölmerült kérdésként a Blacky tette föl, illetve nem a Blacky, hanem Blacky tette föl a kérdést, hogy most mi van ezzel a garancia kérdéssel, jótállás garancia, 1 év, 2 év, mennyi ideig, tartós fogyasztási cikke az elektromos cigaretta, vagy sem, és írtam a... Várjatok. Jó, hogy közbevágsz, tehát írtam a valamelyik, nem tudom, fogyasztóvédelmi hatóságnak, aki egyből lepattintott és átküldött az illetékesnek, tehát egy ilyen egyszerű kérdésre nem tud a központ, hanem átküld a budapesti hatósághoz, akiktől a mai napig nem érkezett meg válasz, úgyhogy amint valami lesz, akkor azt megpróbálom közkincsé tenni. Addig meg kereskedője válogatja, hogy mit és hogyan fog garanciában intézni, hogy elkezd-e kekeckedni, vagy sem. Ez gyors volt. Miért várjunk, Fifika? Nem, még az előzőre akartam visszafűzni. Na. Lejjebb tekertem. Krumpli bogárt beírása. Remélem az alkoholmentes sört és a kölyökpesgőt is betiltjátok, hogy a rák egyele a májatokat. Az automotort is tiltsátok be, az állami luxusverdáitokkal ne szennyezzétek a levegőt, amit beszívnak a gyerekeim. Állítsátok le a légi közlekedést, járjatok biciklivel! Zseniális. Na, vissza a garanciánál tartunk, ugye? Ott tartottunk, ha figyeltél volna, és akkor mondtam, hogy amint jön valami válasz a hivatalos szervektől, akkor azt megpróbáljuk megosztani. Na, akkor válasszuk szét ezt a kérdést. Ahogy szeretnéd. Valamit. Ne, hát ecigi frontra válasszuk szét ezt a kérdést. Ugye az elektromos cigaretta elméletileg, még ezt meg nem cáfolják hivatalosan, nem tartós fogyasztási cikk. Itt a törvény egyébként, ha hiszitek, ha nem, 2 évig tartó szavatosságot ér elő,
A szavatosság és a garancia között tudjátok mi a különbség? Én sosem tudom. És, mi, és a jótállás, az a harmadik. Ja, nem az a szavatosság. Na hogy, ne csigázz, mondjad már! Hát nem csigázlak. Hogy fél évig a forgalmazót terheli a bizonyítás. Tehát gyakorlatilag a vásárló addig érzi jól magát a bőrében, amíg nem neki kell bizonyítania azt, hogy a termék milyen okból adta be a kulcsot. Ezért szokták ezt a 6 hónapot emlegetni, mert 6 hónapig gyakorlatilag a fogyasztót nem terheli semmilyen felelősség, visszaviszi, ha az üzlet rábólint vagy nem bólint, akkor a bevizsgálás az üzlet, költsége, stb. Tehát minden egyes ilyen eljárás az az üzlet tehát terheli, illetve azt, aki a garanciális szervizt végzi. Fél év után fordul meg a helyzet, amikor már ezek a költségek a fogyasztót terhelik. Tehát, hogy a bizonyítási kényszer rajta van, és nem az eladón. Tehát nagyjából így tudom ezt összefoglalni. De ebből mindig ilyen problémák szoktak adódni. Egyébként épp ma találkoztam egy ilyen esettel, hogy bejött valaki egy ECG üzletbe, és mondta, hogy hát ez az akkumulátor, ez még nincs egy éves, és már nem bír annyit, mint újkorában. És akkor szembesült azzal a dologgal, hogy de hát annak idején valaki leírta a papírjára, hogy 250-300 ciklust bírnak ki ezek az akkumulátorok. Úgyhogy az nem, hogy is mondjam, tehát nem hiba, hogy 3/4 év után már, mit tudom én, nap végére kezd adni a kulcsot. Ennyi. Hát okosabbak lettünk, köszi. Szívesen. De aki szuper okos, az Dr. Farsolinos, mint megszokhattuk. Csodálatos átkötés. Igyekszem, nem múlnak el nyomtalanul a podcasttel töltött évtizedek. Szóval nem fogom túl bőlire ereszteni ezt, mint a másik cikket, mert hogy nagy vonalaiban már mindent kitárgyaltunk milliószor, most itt arról van szó, hogy a hongkongi hatóságok azon lamentálnak éppen, hogy tokkal vonóval kompletten betiltsák az egész elektromos cigaretta történetet. De akkor ne is forgalmazzák, meg ne is gyártsák. Ne, ez semmi, zéro gyártás, azt szerintem, a gyártás nem említették a genyók, de no forgalmazás, no se semmi, és ezt így, és Dr. Farsalinos írt az illetékeseknek egy hosszú és mindenre részletre kiterjedő levelet, amit nem fogunk most beolvasni nagy szerencsétekre, mert tényleg ez már csak nagyon szépen összeszedve minden, amit tudunk, viszont én találtam benne egy nagyon-nagyon-nagyon szép bekezdést, ami tanulságos Dr. Farsalinos tollából, és az pedig úgy szól, egy kicsit döcögni fogok, mert itt mindig nehezemre esik angolról magyarra csípőből fordítani. Úgy mondja a jó doktor, hogy ahelyett, hogy a dohányosokat büntetnék azért, mert a gyógyszeripar képtelen, működőképes, leszoktató alkalmatosságokat fejleszteni, az lenne az észszerű és az az etikai kötelezettségünk, hogy biztosítsuk számukra a kevésbé káros alternatív termékeket. És ez nem csak a személyes döntés kérdése, ez arról szól, hogy egyben védjük is az emberi jogaikat, hogy megfelelően informáltak legyenek, hogy megfelelő döntéseket tudjanak hozni, ami kihatással lesz majd az egészségükre, és egy káros szenvedély káros következményeire. Hogy van? A dohányosokat szimpátiával kell, a dohányosok felé szimpátiával kellene közelíteni. Az nyilvánvalóan igaz, hogy a nikotin
A nikotin függőséget okozó tényezőjét, tulajdonságát nem biztos, hogy fel lehet oldani a cigarettáról, az elektromos cigarettára történő váltással, mivel hogy az ember továbbra is visz be nikotint a szervezetébe. Itt a fordító megjegyzés, hogy mint tudjuk, lényegesen kevesebbet, de nem is ez a lényeg. Ahogy a doktor folytatja, viszont a közegészségügy és az egészségügy fő szerepe, hogy csökkentse a károkozást és a halálozások számát. Nem az a felelősségünk, nem az a felelőssége az egészségügynek, és sem joga, sem felelőssége nem az, hogy megmondja az embereknek, hogy ne használjanak nikotint, vagy használjanak nikotint, figyelembe véve, hogy a nikotinnak rendkívül minimális hatása van a dohányzással kapcsolatos megbetegedések és halálozások kérdésében. Úgyhogy ennyi, nekem ez nagyon tetszett, ez a bekezdés. Szép, szép gondolat volt. Egyébként engem az lepett meg, hogy ha megnézed a cikk végén, felsorol, azt mondja, hogy 11 darab referencia helyett a húzni a dolgoknak. Szerinted, amikor ezt a döntést meghozzák, ők hány referencia helyett fognak felsorolni, ami alapján meghozzák az ilyen barom döntéseiket? Én megmondom neked hányat, egyet biztos. 2008-ban a WHO is megmondta, hogy nem tudunk eleget. Ezen kívül a málnár rászokhatnak a gyerekek. És, és kapu a dohányzás, az itt nagyjából kifogy a szél a vitorlából, de nekik ez elég. Igen, nem. Jaj, Istenem. De ezeknek a döntéshozó tudományos körök környékén forgolódó embereket hidegen hagyja a tudomány. Rezisztensekre. Abszolút. És tudományosnak látszó kijelentések hagyják el a... Komolyan mondom, néha úgy érzem, tudod, mint az ilyen UFO kutató kongresszuson, amikor valaki kiáll és elkezd az UFO meghajtásról beszélni. Tudod, és akkor dobálózik ilyen szavakkal, hogy mikrogravitáció, meg nem tudom, fogalma nincs, hogy miről beszél, de azért mondja, hogy hogy működhetne egy darab UFO, érted, így komplexen. Fifika, be kell olvasnom neked akkor, a múltkor jöttél a lézer porlasztóval, és Gyurcsok József kommentelt. Biztosan önök is látták a Teleholdat tegnap éjjel. Prastus mágus, aki egyébként a ragyogás kezét készíti, átvett 75 kilotonnányi energiát, és mindezt elraktározta a mellkasa élet csakrájában. Hagyok időt, hogy feldolgozzátok. Megbeszéltük, figyelj, megbeszéltük, hogy ebből az energiából átküld nekem néhány gigazsúlnyit, így most alvás közben is aktív operációkat tudok végezni önökön. Keressenek bátran. Ez, mennyi a váltószám a kilotonna és a megazsúl között? Várjál, Gyurcsok József ráfűzött. Megkeresett levélben Julianna, akinek vese problémái voltak. Julianna, ha ezt olvassa, akkor... Küldtem energiát önnek, érez valamilyen pozitív változást? A hűtőrácsom leszereltem, így megrohadt 45 kiló sertéskaraj, és freon is került a levegőbe, de így tudtam önnek energiát küldeni az öntött vasráccsal. Holnap is segítek. Kiszerelem a mikrohullámú sütőmből a forgótányért, és begyűjtöm vele a napból érkező hasznos energiákat, majd egy ezotéria spirállal önre irányítom a gammasugárzást. Ne féljen, az nem is radioaktív. Legyen különleges napja. Na, szóval közel van itt a gigazsúlnyi porlasztó is. Nem egyszer, nagyon sokszor szeretem parabolát. Várja, ez lesz a fenyegetés, hogy küldjön neked energiát a Gyurcsok József. Gammasugarat. Ne féljen, az nem is radioaktív. És fölraktam az erkély oldalára a tányért. Két nap múlva fölhívott egy fiatal házaspár, ott fölhívtak, hogy a szomszéd néni átment hozzájuk, és kerül, amibe kerül, de az erkély túloldalára rakja át a tányért. Semmi gond, az még egy szerelési díj lesz, de mi a probléma?
Hát az a probléma, hogy a parabola az besugározza az ablakán a negatív energiákat, de ez halálkom, hogy besugározza, és tudod, kimentem szerelni, és közben jött a szomszédnén, és akkor ugye, neki számlát kellett adni, stb. És akkor bementem a lakásba, amikor már kész voltam az ő lakásába, és így kihajolt az ablakon, és nézte, hogy az erkély betonja eltakarja a tányért. És akkor mondom neki, hogy mi a probléma, hogy hát azt mondja, hát az sugároz, meg ilyen káros sugárzás, meg minden már elektromágnesesre, meg föl van töltve. Hát mondom, igen, mondom, itt megy például az ablak alatt a nagy feszültségű vezeték, hogyha itt lenéz. Nem mondjuk ki hangosan. Nem tudom, hogy végül is kiraktált onnan aztán, ahogy én eljöttem a nagy feszültségű vezetéket, de teljesen elképett, hogy van egy sokkal nagyobb probléma, mint a parabolatányér beverődő sugárzása az ablakán. Szegény nem nézett lefelé. Nem mondjuk ki hangosan, hogy hol dolgozom, de tudjátok, hogy hol dolgozom, és azt hiszitek, hogy ez vicc, de nem csak nyugdíjasok, hanem komoly felnőtt emberek is ezzel foglalkoznak, hogy mondjuk a társasházuk tetején miért nem lehet mondjuk bázisállomás. Mert hogy félnek a sugárzástól. Tehát ez napjainkban is élő probléma, pedig tudjátok, hogy ez egy, nem így működik, kettő, hogy általában minden hasonló szolgáltató, aki valakinek valamit a területére épít, azért kemény pénzeket fizet, de ettől is eltekintenek, csak nehogy őket a halálos sugárzás betámadja. A több kilotonnányi megazsúl negatív energia. Meg rohadt 45 kiló hús. A bázisállomás legalább valóban sugároz valamit, de fizik a parabolája, még csak vesz. Igen, azt mondtam neki, tehát nem bírtad megmagyarázni, hogy ez egy vevő. Tehát na jó, nem, de te voltál a szemes, aki átszerelte még egyszer annyiért. Hát figyelj, utasítottak rá. Jó, de erről jut eszembe, ha már szemes... Jó munkás ember. Igen. Ha már szemesnek áll a világ, akkor ugye vannak ezek a mindenféle tempkontrollos modok, amiket akár mondjuk szoftvert is tudsz rajta frissíteni, és a minap olvastam... Lesz rá Windows 10? Tessék? Lesz rá Windows 10? Az nem. Szóval minap olvastam, hogy megjelent ehhez 49 centért temp koeficiens szoftver. Tehát valaki föltette igényként, hogy neki kéne a modjában mondjuk a titán húzalhoz beállítani ezt az együtthatót, amit a mododban elvileg be tudsz állítani, nem, gyakorlatilag kattintasz a menün kettőt, beállítod a koeficiens mennyi, és akkor onnantól kezdve működik. Na most volt egy élelmes ember, aki a módosított szoftvert ezzel a hőmérsékleti együtthatóval föltette, és 49 centért árulja, és veszik. Érted? Tehát rárakja a szoftvert, frissíti, ugyanaz a szoftver, csak át van állítva benne a titán húzalra a hőmérsékleti együttható. Ahelyett, hogy bemenne a menübe, és nyomna kettőt. Na, hát akkor mire számítunk, vagy mit várunk a világtól? 2048-ban. És akkor simán átmehetünk a sorozatokra is, igaz? Ó, igen. Sorozatok. Jaj, igen. Nekem is van egy jó sorozatom. De már, Fifika. De már. Hát, ha fölírtad a show notes-ba, megemlítheted. Mondom, ja, de csak akkor. Mondom akkor a szomorúságot. Az általam annyira szeretett baszós, kardozós, hentelős, hamis, serifes Bansi, úgy néz ki, hogy az S04-jel elkaszálásra került, és döntöttek a sorsáról, a negyedik évad epikusan véget fog érni, úgyhogy ennyi van benne, vagy ennyi volt benne, nem tudom, hogy miért, szerintem bazi jó. Igen, ezt már a Firefly óta nem értjük. Miért van vége ezeknek a sorozatoknak? Túl jó. Én egyébként többet érzek benne, mint 4 évad. Tehát, ha csak belegondolunk egy Soába, ott is 7 évadot elhúztunk,
És voltak benne azért elég erőteljesen belassított évadok. Mindegy. Ez van. A másik, amin két észrevételem van, mert beszélgettünk ugye a Wayward Pines-ról is, megnéztem, földolgoztam, ledaráltam, überzsír. Tehát aki eddig nem nézte, az nézze, és úgy nézze, hogy az S1E09-et, tehát a 9. epizódot azt úgy nézze, hogy magyar vonatkozása van a sztorinak, mert hogy azt a részt Antal Nimród rendezte. És az szerintem az egyik legzseniálisabb rész az évadban. A másik pedig, hogy még mindig nem tudom eldönteni, hogy lesz-e folytatása, vagy sem. Hát igen, erről még nincs info. Én remélem lesz, mert hogy tényleg elég érdekes csavarral zárták le az De első ugye évadot. Azt mondják, hogy ez, amit földolgozott a sorozat, ez ugye egy könyv trilógiából van, és ennyi volt. Én reménykednék abban, hogy ezt volt már rá példa, hogy tovább fűzik a filmes cselekmény szálat, és tovább. Szerintem van még potenciál bőven benne. Bár nem tudom, hogy olvasztaná ki anyját, apját, vagyis hát már az apját nem, ugye? Ez spoiler volt, de hogy a felnőtteket hogy olvasztaná ki a srác, a kisfiú, aki egyébként nekem karakter személyben nem volt szimpatikus. Tehát az a kinézet, az nekem a felülharapásos fogsorával, ez az én hibám, de nem tudott megnyerni. Na, úgyhogy részemről ez a kettő volt, és hát na, hogy nagyon bedurvult a Last Ship, az zseniális volt a tegnapi. Igen. Az valami... Hát az volt. Az, hogy... Hát nem. Ne spoilerezzünk. A hatodik, ne nyugodtan spoilerezzünk, a hatodikban, amikor biciklizik a szakállas csávó. Milyen barátságosak itt az emberek, és egyél narancsot, de gyorsan, mert lehet, hogy fertőző, meg mit tudom is én, és utána verekedés, aztán most a hetedikben, én nem tudom, hogy most akkor innentől kezdve az iszonyat ízes angol karakterséggel beszélő emberkének a fülét, azt végig fogják a filmben cégéízni, vagy nem tudom. De hát, hogy az arca hogy nézett ki, meg a füle, az zseniálisan meg volt csinálva. Nagyon komplett elmebeteg az a bagás, basszus. Még igazából, még mindig gondolkozom rajta, hogy most ezzel mi a cél? Nem tudom. De ez az utolsó epizód, ez tényleg nagyon ütős volt. Tehát én úgy oda voltam szögezve a képernyő elé, és hát így pislogni nem volt időm és érkezésem. Esemény jobbról, esemény balról, egérszorító, de kivágják a rezet, és nagyon rettentő jó pörgős volt. Igen, igen. Angol felirattal, mert még magyar nincsen sajnos. Angol felirattal, hát. Persze, csak mondom, hogy múltkor mondta nekem Boris, hogy de hát mindenféleképpen magyarra kell nézni az asszony miatt. Meg kell nézni kétszer akkor. Igen. Na, és akkor mi a másik? 1, 2, 3, 4? Hát én igazándiból 2, talán 3, talán 4, nem tudom még. Az Aquariusról nem nagyon tudok mit beszélni, mert az frissen indult, le van már az évad belőle mondjuk, de frissen indult, az X-aktárs David Duchovny főszereplik benne, hogy ilyen csúnyán mondjam, és a 60-as évek Amerikájában játszódik, és valamilyen sorozatgyilkosos HEPA, de hogy elvileg jó. De ennél többet nem tudok mondani, mert csak letöltöttem a Linux disztribúciót, ahogy mondani szoktad. Úgyhogy ez nekem ilyen pending, és majd beszámolok róla, hogyha van. De amit viszont elkezdtünk nézni, az a Ray Donovan című sorozat, azt nem tudom, ismeritek-e. Nem. Ez már a harmadik évadnál tart, és valamiért annyira hülyén volt leírva, amikor indult, hogy miről is szól, hogy így néztem, hogy ez nem igazán mozgat meg, de most Kinga rávet, hogy csapjunk bele, és baromi jó. Ez egy fixerről szól, hollywoodi fixerről szól, aki az a fajta fixer, hogy a hollywoodi gazdagok és híresek mindig belekeverednek valami kellemetlen dologba, amiből ki kell rángatni őket, és ez ő. Tehát így a popstar fölébred egy halott csaj mellett másnap reggel, és ezt így el kell sikálni, akkor ő az, aki jön és megoldja ezeket a dolgokat. És egy nagyon, nagyon darkosan indító, nagyon pörgős, nagyon érdekes kis sorozat rittyentődött belőle. Én tudom ajánlani mindenkinek, aki nehogy Isten nem nézte volna eddig. Teljesen kellemes. Tehát
Abszolút, ahhoz képest, amit a leírásában olvastam, hogy teljesen érdektelen volt, és a valóság, amikor elkezded nézni, nagyon jó szórakoztató kis jószág. A másik meg, az frissen indult, most tart az első évad a 6. epizódjánál, ha minden igaz, a The Brink című sorozat. Ez egy vígjáték sorozat az HBO-ról, és nagyon jó pofa, egy kicsit néha bugyuta, de nagyon jó pofa, és mindenki érteni fogja, hogy miért nem baj, hogyha időnként egy picit bugyuta, ugyanis Jack Black a főszereplő benne. Jaj! És nem hittem el, amikor meglátom, Jézusom, ez a Jack Black! És tényleg ő az. Úgyhogy nagyon tudom ajánlani azt is, zseniális Jack Black szokásos idióta formáját hozza. Az utolsó pedig a The Royals, abból csak az indítót néztem meg, ez egy fiktív brit királyi családnak az életéről szól. Nekem az első feelingem az az volt, hogy egy kicsit ilyen Guldenburgok örökség és lesz a dolog. Ez nem sci-fi, nem izé, kortárs dráma igazándiból, és tényleg érdekesség egyébként, hogy az angol királynőt Liz Hurley játsza, Elizabeth Hurley, és ha valaki szereti az ilyen típusokat, akkor jó lehet. Nem azt mondom, hogy vetekszik bármelyik csúcsorozattal, de úgy olyan szemrágúmizásnak jó lehet ez is. Kicsipog ilyen elmebeteg módon. Akkor én most nagyon rövid leszek, miután egy nagyon rövid sorozatot néztem újra, de hát én már csak ilyen, ezért vagyok, ilyen antikvárium, vagy nem tudom én mit. Shogun? Nem. Volt nekünk egy zseniális magyar sci-fi írónk. Nem tudom, hogy kitalálod, hogy kiről van szó. Nem erre? Nem. Azt mondtam, hogy zseniális. Nem azt mondtam, hogy mindent író, hanem hogy zseniális és sci-fi író. Zsoldos Péternek hívták. Ó, igen. És a Feladat című regényéből 75-ben, 1975-ben készítettek egy háromrészes tévéfilm sorozatot. Úgyhogy én ezt néztem újra, hát egy picit érdekes. Egyébként mindenkinek ajánlom, hogy nézegessen ilyeneket, Pirx pilóta kalandjai, meg szórakoztató. Nem Pirx kapitány? Nem, az eredeti regény Stanislav Lem Pirx pilóta kalandjai. Nincs is annál izgalmasabb, amikor miután úgy kezdődik egyébként, landol a kávéfőzőgép. Fölvételi vizsgán kell, hogy átmenjen, tehát még kadét, amikor a regény kezdődik. Amúgy a regény zseniális, hát a tévéfilm az olyan lett, amilyen. De hát kicsi, tudod, savanyú, de még. Na jó van, akkor menjünk az olvasóira, és addig, míg el nem felejtem, valaki dobhatna be kultúrát, meg videólinket, jó? Jó. Én meg akkor elkezdem olvasni. Cigiri Cigler Feri a házban azt mondja, hogy TC vagy nem TC, nem merem angolul olvasni, mert úgy írta. Érdemes belekezdeni, ha már egy jó nem TC-s összerakott készletünk van? Hát mert itt arra gondolt, hogy van már egy valamilyen VV vagy varivat készülék. Én azt írtam neki ott egyébként, hogy nem, mert készülékben is lutri, hogy éppen működik-e vagy sem, de egyébként, ha kiválasztasz egy jó TC-s készüléket, akkor meg jön a következő változó, hogy egész más ízeket érzel, vagy más az íz, egy mondjuk egy Nik 200-as TC-re tekert kazánban, mint mondjuk egy Kantálra tekert kazánban, tehát ott megint lehet tapasztalni és játszani az ízekkel, ami nem biztos, hogy mindenkinek belefér, hogy legyen egyszerre egy VV-s, meg egy TC-s módja, vagy mondjuk, ha eladja, akkor meg cserélgetni a kazánokat rajta, hogy most éppen mire van tekerve, úgyhogy lehet kivárásra is játszani, aztán majd kiderül, hogy melyik az időtállóbb, vagy melyik a jobb. Én úgy fogalmaztam ott egy kicsit, hogy nekem ez a TC-s, ez a lusta gyerek kazánja, mert múltkor is pont ebbe szaladtunk bele, hogy
Boris csak szívta az enyémet, aztán egyszer csak jött a dry hit, mert megszokta, hogy olyan kényelmesen, ha elfogy a gőz, akkor csöpögtet rá. Tehát ott már majdnem, hogy gondolkozni se kell, csak szívni. Megmondom ezt, hogy máshogy adja az ízeket. Egyébként meg, hogyha valaki ilyet szeretne, akkor játszani, kipróbálni, szerintem ez a mostani iStick 40 wattos TC-s kis készülék, ez pont jó lehet ahhoz, hogy egy ilyen kis kínai okmukfok készülékkel elkezdje az ember az ismerkedést, vagy a játszadozást. De hát, hogyha valamelyikötöknek van még TC véleménye, akkor természetesen ne tartsa vissza. Ennyi? Én, mint Mehamonster, nem tudok hozzászólni ez a témához. Nekem tenyérbe épített temperature kontrollom van, amikor nagyon melegszik, abba hagyom. Fifika? Nem tudok hozzászólni. És a béka? Azt hallod, nem? Igen, azért mondom. Jó, akkor megyek tovább. Matula Zoltán kérdezte, mi az az ízvilág, ami szerintetek hungarikum lehetne? Ázott puliszőr ízesítésű, gulyásos hortobágyi palacsintás, kovászos uborkás, pacalos likvid. Menjen a brainstorming. Én ezt már nem is tudom, 5 évvel ezelőtt ilyeneken agyaltam, mert ugye azt mindenkinek tudnia kell, hogy az összes likvid ízesítés az élelmiszer ipar házatájáról jön. És a Flavor Artnak voltak ilyen vépelhető likvidjei, hogy bacon, pörkölt, aztán még ha jól gyanítom... Pirítós, bundás kenyér. Pirítós, fokhagymás, pirítós, bundás kenyér. Még ha jól emlékszem, talán pacal is volt valahol, de gyakorlatilag füstölt sonka, tehát ezek vépelhető likvidek egyébként. Úgyhogy senkit ne tartson vissza az, hogy ilyen kompozíciókat csináljon, mert van rá lehetőség. Jó, csak hogy mi a hungarikum, de hát én nem mondanám, hogy el kell viccelni hát a dolgot a puliszőrrel. Nekem a hungarikum likvid az a... mindjárt megmondom pontosan. Nekem a hungar... De hogy mondom? Málna. Nem a málna, Csár. Nem a málna. Oké. Okay. Vegeteri bizni. Nem is a fekete ribéz. Unikum. Egeres. Unikumos likvid. Na, az unikum az már jó irányba. Tudod, hanem kockásabb rosszal. Hanem a Flavor Artnak, majd lehet, hogy menet közben eszembe jut, a Flavor Artnak van egy aromája, aminek teljesen olyan az íze, mint a paprikának. Mint a friss paprikának. Nekem mindig az jut róla az eszembe. Egyébként, de most állandóan a Morning Grain jár az agyamba, pedig semmi köze hozzá, de én azt a likvidet egyébként nagyon kedvelem, és én váltóízként szoktam használni. Én valamiért nem akarnék paprikát drippelni, de paradicsomot sem. Nekem zöldséget nagyon... egyáltalán nem. Nagyon... Hát a paprikát csak akkor, hogyha van mellé egy kis szalonna likvid is. Azt hiszem, hogy zöldségről csak beszélünk, de nem szívjuk. Ja, majd úgy fog kinézni itt a szalonna sütés a kertbe, hogy drippelek egy kis szalonnát, mellé egy kis hagymát szívok, meg kenyeret, meg paprika, paradicsom. Jól hallom, szalonna sütéssel egybekötött közönség találkozó lesz a kertedben, Charlie. Óbezsír, se. Egyébként most, hogy mondod, meg tudnánk egyébként oldani. Gödöllőn van érdekeltségem ismerős révén, tehát nem az enyém az étterem, de a kerti teraszos részen simán tudnánk csinálni egy akár 2 napos, tehát inkább úgy mondom, hogy 1 éjszaka plusz a józanodós napos ilyen szalonnasütős mókát, de
Hát még csak 69-nél járunk. Tehát ha én jól számolok, akkor ez valamikor a télen fog bekövetkezni a századik, tehát sütögethetünk, csak viszonylag sok ruhát kell fölvenni rétegesen. De kezdjünk már akkor most szponzorokat találni, és helyet, helyszínt. Jó van, fiúk, rekesszük be a mai napot. Ennyi volt? Hát, kérdés nincs több, értelmes. Úgyhogy ez még mindig a Lackó Attila punishment része, 1-19-56-57-58. Ebből sértődés lesz. Nem lesz sértődés, tudja, hogy nem miatt ennyi a hír, amiről meg nem mi tehetünk. Úgyhogy jó, én a YouTube részlegbe beteszek egy short steampunk sci-fit. Jó, tedd be, a kultúrát szerintem Mújó tette be. Én voltam, igen. Éreztem, puszi együttes remix contest. Igen. Nem tudom, mit nevettek, nagyon komolyan semmit. Tolják, jó, általam rendkívül az... kedvet. Puszi együttes, a ma este című... Egyébként jó, tehát én annak idején a Mújótól direkt elkértem a YouTube csatornájukat, hogy belehallgassak a zenékbe, azt mondom, hogy jó. Ez hány essel Y-nal van írva ez a puszi? Milyen el Y? Puszi. Jaj, de kis buta vagy. Jaj, te kis pervers. Nem vagyok én pervers, de jól esik, ha megversz. Szóval publikálták a Ma Este című slágerüknek külön az összes masterer sávját, és lehet augusztus végéig gyúrni a hanghullámokat hűvös halomba és pályázni, és a szerencsés nyertes, aki a közönség szavazás, ha jól emlékszem, közönség szavazás teszi föl az íre a pontot majd a végén, a leginkább tetszetős verzió rákerül az együttes következő albumára is. Úgyhogy és jogdíjat is fog kapni, gondolom. Azt majd biztos az érintett kitalálja, hogy mint meg, hogy de minden esetre lehet izzítani az Audacity-ket. Ajaj. Hát még ha azzal lehetne, de mindegy, meg lehet oldani. Jó, akkor a videó az mi lett? Egy Airlords of Aria. Az a... Ó, azt én láttam! Ha-ha. Címe ennek hát egy ilyen short, tehát egy 12-3 perces, 15 perc úgy, hogy még a hogyan készült rész is benne van. Szerintem van köze még a vépeléshez is, miután ugye most ez egy új stílus a steampunk modok című dolog. Nézzétek meg, jó a látványvilága. Ez egy kis költségvetésű rövid film. Jó. Akkor mi még szűjjük meg a címet. A mostani adás a 69, de ne. Rossz az, aki rosszra gondol. Nem. Jövő héten megyek Franciába, de mondja tovább. Jó, nem, ez lesz a címe. Rossz az, aki rosszra gondol. Jó. Jó. Finoman megkerültük a 6-os és a 9-es egységét. Hát majd a 96-nál visszatérhetünk rá. Mint a klasszikus. 6-os, de ez 6-os, olyan, 9-es. Mint a Jin és a Jan. Érted? 96 lesz a Jan és a Jin. Illetve nagyon elnagyolva így szokták ábrázolni a halak égővielét is. Jaj, várja. Így van, vagy kettő darab szeretkező spermát. De az enyém volt, várja. Meg közben itt Felhő mondja, hogy milyen a 69 után. Azt láttátok azt a képet? Pihenés, igen. Nem. Ne idegelj. Azt szerintem kitettem az üzenő falamra is. Hol van? Közvetlen ott is. Hú, hát ezt is berakhattuk volna adásba, hogy Háromkagylós pusztítós című film, ugye a megoldás, hogy kell a háromkagylót használni. Mert ez is megvan már.
De nem volt egy ilyen kép, hogy ki az a csávó? Nem a Vin Diesel. A Dwayne The Rock Johnson. Tudod, az a mém, mikor előre beszél, aha, és úgy vezet, hogy mi jön a 69 után, és hátul a gyerekülésben a kisgyerek. Cigi, pia, hátrafordul a Dwayne Johnson, abban a pillanatban a gyereki kitágult szemekkel. 70, 70! Jó, de mint mondtam, rossz az, aki rosszra gondol. Fiúk, engedelmetekkel én ezt csak holnap dolgoznám föl. Késő is van, vendégem is van. Ő meg már hallgatta az adást, tehát letolja, hogy mikor lesz. Úgyhogy csokoltatjuk Andorékat. Pénteken frissül a podcast csatorna az iTunes-ban. Addig pedig mindenkinek jó pihenést kívánok. Örülök, hogy itt voltatok, és beszélgettünk ismét egy ilyen uborka szezonosan vékonyat. Erre jut eszembe, megint kéne kiraknom kovászos uborkát, csak szaridő van. Nem a napsütéstől lesz jó. Hát de hideg is van, tehát itt ilyen 18-20 fokok vannak, be se indul. Állandó hőmérséklet kell neki. Jó van, keverd a likvidedet, én meg keverem majd az adást. Örülök, hogy itt voltatok, sziasztok! Élmény volt. Kitartás, Lackó Attila, kitartás! Most már csak azt várom, most már csak azt vártam, hogy elköszön Mújó is, de akkor még egyszer mondom, sziasztok! Sziasztok, köszi!